Friss pipi hírek. A berni tyúkot külön raktam, mivel kotlós, ezért nyugalomra van szüksége, hogy kikeltse a kis pipiket. Így itt van a kazánházban, a kicsikkel együtt, ők csak estére jönnek be ide, és képzétek el, hogy ők is nagyon jól vannak, minden rendben van velük. Hát az van, hogy a kisebb tyúkok, akik egyébként normál méretűek, csak ugye fiatalok, hát ők egész nap itt rettegnek bent az olban, mert ö, hát a Flórián és a japán tyúkcsaj banda rettegésbe tartja őket. De nem értem, főleg egyébként a kakas bántja őket, és nem tudom, hogy miért. Adok nekik időt még, de azért aggaszt a dolog. Nézzétek, a rántott hús színű bundi elbújt a kosár mögé, annyira fél. Van már egy tojás is azóta, szinte minden nap van, mióta nálunk vannak a japán pipik, meg a többiek, és ma történt meg az exoltos folyadékkal való leitatás, ugye a kakast külön zártam, mert ő már kapott, a dermani gárdot pedig a pici pipiknek adtam, kovaföld pedig minden létező dolgot vastagon leszórtam. Ezt mind megelőzésképpen csináltam, ugyanis nem szeretnék úgy járni, ahogy korábban, mert ezek a atkák nagyon hamar el tudnak szaporodni, és szerettem volna a bajt elkerülni, úgyhogy innentől kezdve nagyon nagy hangsúlyt fogok fektetni erre. Mivel nekem ezek a szerek nagyon beváltak, ezért bátran merem ajánlani nektek is.